Szóval, Baldur's Gate-ezni fogunk ma is, egyedül, és úgy gondoltam, hogy mivel én egész hétvégén ezt a szart pörgettem, hogy mit szólnátok hozzá, ha ma kezdenénk egy ilyen kis saját sztorit, egy kicsit D&D-s effekteket belevéve, ha már arra épül a játék, és roleplayezünk egyet. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy... Hát nem nyomjuk fullba a kretént, mert azt szeretném, hogy egy ilyen Iron Man mód szerűséget nyomjunk. Hogy ha meghalunk, akkor meghaltunk, akkor vége van a sztorinak, ahogy egy D&D sztoriban lenne. Tehát nem nagyon szévelünk meg egyebek, nem fogjuk megint végignézni a sztorit. Úgyhogy csináljunk egy karaktert, ami... Nem akarom resztetelni a tutoriákat, mert már vágom őket. Szóval csináljunk egy karaktert, amivel tudunk egy kis less level up-os sztorit építeni, aztán majd Viktorral szerintem csinálunk megint egy újat, mert hogyha Robin dűszakállat vesszük elő, akivel pénteken játszottunk közösen, vele egész hétvégén játszottam, aminek az lenne az eredménye, hogy... Halló, mi történik, Mr. Stream? A streamel van baj, vagy nálam van valami? Valami érdekesség. Hát úgy látom, hogy nálam lesz valami gond. Jó. Szóval, hogy... jó estét, Blanka! Szia csak lazán! Sexy tieflinget. Why not? Oké, csináljunk egy sexy tieflinget. Legyen tiefling. Na. Edit appearance. Body type. Miért van ennyiféle body type-unk? Nem. Vissza. Ja, rész, itt választjuk ki tiefling. Oké. Viszont akkor, ha sexy tieflinget csinálunk, akkor milyen legyen a koncepció, milyen legyen a beállításunk, az alignmentünk, amit ugye nem lehet a Baldur's Gate-be alapvetően beállítani, tehát hogy játsszuk a karaktert. Ez egy érdekes... Miért van ennek három különböző? Ja, mert lehet ilyen nagy dromedár, meg lehet... Jó, hát akkor nyilván ilyen pici lesz, ha szexit akarunk csinálni. Szóval, hogy mi legyen a koncepciónk? Legyen druida. Fú, hát nem tudom, hogy lehet. Bár mondjuk gondolom, lehet tiefling is druida, miért ne lehetne? Amadeus tiefling. Bound the Nessus, the deepest layer of the house. These tieflings cantripet cup produce flame. Uha, na hát a szexit kéne, akkor szerintem ilyen... Kék, vagy ilyen már majdnem, hogy ember színű, csak egy kicsit egzotikus a farok miatt. Annyit mondjatok már meg nekem, srácok, hogy nyugtassatok meg, hogy csak nálam akad a YouTube, nem pedig a stream, mert én nem tudom, hogy ezt miért csinálja most éppen, de itt valami nem kóser. És szerintem itt viszont rendben vagyunk. Úgy látom, hogy maga a streammel nincs gond, mert nem dob el semmit, de valamiért nekem a YouTube-on úgy akad, mint a szar. Kék legyen, mint a Navi. Oké, akkor Navi lesz. Jó. Race tiefling, hát nem barbarier, druidát szerettetek volna. Amúgy gondolkodtam is rajta, hogy druidák leszünk. Ja, itt vannak a detailek, jó. Ice knife. Nem tudom én kiválasztani a spelleket, mindenképpen. Szelejle. Jó. Ja, de itt ki tudom, az nagyszerű. Guidance, resistance. Nekem, Blanka, nekem a kedvenc custom bármilyen játékról legyen szó. Imádom a druidákat, annyira... Sokféle dologra lehet őket használni. Thornwhip, hát nem szívesen thornwhipelünk. Spell effects and conditions recovers 1d4 bonus to saving throw. Produce flame. Nem jók ezek a cantripek, az a helyzet. Your step for club becomes magically deals 4d4 and use spell casting a bit. Jó, hát akkor marad ez. Na, mi legyen a backgroundunk? Hogy mi ennek akarjuk játszani, ilyen nagy természet szeretőnek, semmivel nem foglalkozunk, csak a természet lesz a fontos? Vagy ilyen nagy bölcsnek, hogyan akarjuk, mit akarunk belőle csinálni?
valahogy úgy képzelem el, hogy... Nagy természetkedvelő, jó. Semmivel nem fogunk foglalkozni, csak azzal, hogy itt minden rendben legyen. Hát az a baj, hogy ezek a backstory-k nem igazán fekszenek hozzá. Azon gondolkodtam, hogy vajon ugye Steam-en elérhető a játék, tehát hogy vajon csinálnak-e hozzá majd modot az emberek, amivel ilyen egyéni backgroundokat be lehet vinni a játékba, mert a Steam-en nagyon szeretik a workshop-ba szétmodolni ezeket a játékokat. Úgyhogy... Szerbusz, Dead! Üdvözöllek! Várjatok egy picit, mert kezd kiégni az agyam, hogy itt mellettem akadozik ez a szutyok, úgyhogy ezt elengedem. És kirakom ide nagyba a csetet magamnak. Így. És akkor látlak titeket, és megkérek mindenkit, hogy sikítson, ha valami nem jó. Ha elmegy a kép, a hang, vagy bármi. Na! Szóval ott tartottunk, hogy nagy természetkedvelők legyünk. Hát igazából nem nagyon van semmilyen háttér, ami ennek jó. Grew up in the wise learning to survive from farm comforts. Civilization surveying against Jules Hardzell. Jó, hát akkor legyen Outlander. Húha! És kéne nekem annak a listája, mert a fa se tudja azt fejből, hogy melyik alá tartozik a nature. From wisdom. Hát mondjuk azt akartam mondani, hogy tuti nagyon bölcsek leszünk. Ki lehet szedni mindent. Jó. Wisdomot felnyomjuk maxra mindenképpen. Jó, nem maxra, mert arra nem érdem. Bármilyen, de felnyomhatjuk 17-re. Intelligensek legyünk, constitution. Semmi ne legyen mínuszos, én azt mondom. A karizmánk nem kell, hogy pozitív legyen, mert nem lenne rossz, ha az lenne, de alapvetően, hogyha természettel foglalkozunk, akkor nem biztos, hogy túl karizmatikusak vagyunk az embereknek. A Constitution szerintem nyugodtan mehet magasabbra, mert sokat túlélünk. Hogy van? Egy ilyen, meg egy olyan, ugye? Jó. Akkor... Intelligence... Legyen a Constitution így 16-os, akkor jó ducik vagyunk. Hát is azért valamennyire csak kéne értenünk a... Hogy hívják hoz. Így. Szerintem ez így elég... Na, skill proficiency-t azt mindenképpen le... A nature az sima, animal handling az sima. Aha, ezt a kettőt tudjuk. Hát ez... mondjuk a perception az nem lenne rossz. Azért a megfigyelésünk az biztos jó, meg lehet, hogy a medicine kéne a nature helyett. Plants and animals, hug trees. Na jó, majd level up-nál használunk egy feat-et és rárakjuk a medicine-re. Szerintem a perception, a megfigyelésünk meg a nature az kelleni fog mindenképpen. Jó, és még van plusz egy ability pontunk, amit nem osztottunk ki. Na jó, ennyivel legyünk karizmatikusak. Szimpatikus lesz az embereknek, hogy jó, hogy szeretjük a természetet. Speak with animals, az mindenképpen kelleni fog. Long strider. Wow. Throw a shard of ice. Jó, vegyük ki az összeset. Kelleni fog. Speak with animals, az kurva hasznos lesz. Goodberry. Conjure four magical berries into your... or a company az inventory creature eats. Disappear after long rest. Enhanced jump. Szerintem az a természetben nagyon jól jön. Mi lenne, ha a druid agresszív... Hogy képzeled el az agresszív druidát? Akkor még van fél óránk, amire befejezi a karakter. Igyekszem vele. Igyekszem. Össze kell rakni, hogy jó legyen roleplayhez, na. Egy sexy tieflinget akartok, aki a természetbe van belebuzulva. Szerintem a gyógyítás akkor alap. És nem nagyon fogja megállni önállóan a helyét, mert semmilyen harci képzettsége nincsen, ahogy látom. Mondjuk a Shaleilivel ezzel azért oda lehet csapni. Hát...
Creatures Within. Entangle. Az Entangle nem lenne rossz. Nagyon nehéz egy olyan karakternek, aki ilyen természetbuzi, olyan képességet adni, legyen Thunder Wave. Arra az közel kell lenni. Jó, legyen Ice Knife, legyen. Oké, okay, akkor beállítottunk mindent, úgy látom. Fú, de kevés életünk van. Na és hogy hívjanak minket? Szervusz Robi, rég láttalak. Örülök, hogy itt vagy. Na, hogy hívjanak minket? Mondjuk, hogyha druidák vagyunk, akkor értelemszerűen jó lenne egy orte, de ez itt egy nőstény tiefling. Legyen Blanka, azt szeretnéd? Na, mi lenne, ha tudnál írni, Robin? Így. Tiffany, Tayana, Ivera, Droreny. Vannak azért ott nevek, látom. Na tessék, csak hogy mindenkinek is jusson belőle, a Tayana nekem nagyon tetszik, úgyhogy az lesz a neve, hogy Tayana Blanka. Tayana, ugye? Tayana, igen. Tayana Blanka, ez lesz a neve. Így. Ez szerintem ez így. Micsoda? Miver lánya? Ja, hogy az. Aha, jó. Oké, szerintem megvan minden. Jó, ez a kompanionja, ezzel most nem foglalkozunk. Ja, jó lesz egy halfling. Na, oké. Csoda Turmixnak hívják az Asterixben a druidát, az para. Jó, ha nem bánjátok a cinematikot, azt most átugorjuk. Mert azért itt történnek dolgok bőven. Fú, Martin, egyedi lapokat nem tudom, hogy készen állok-e rá, viszont most elkészültek, amik fel voltak véve, és még tartozom velük, úgyhogy nem sokára fel lesznek töltve. Na, kezdjük el. Ott egy halott Mindflayer. Kérem ide a Coxot, Jade. Hát ezzel nem megyek sokra. Restoration Chamber. Ja, ó, és nem hoztuk el a vizet. Kár. Pedig el lehetne oltani ezeket a szarokat, na mindegy. Hopp, 4 gold, ömlik a pénz. Ja, itt az Intellect Devourer, aki magyaráz. Na és ezt most creature-nek tekintjük, vagy nem? Ez valamilyen kis élőlénynek? Szerintem igen. Én úgy játszanám a karaktert. Hogy őt mindenképpen meg akarjuk menteni. Nem lesz, aki zavarjon? Ja, végül is igen. Ám majd, ha együtt játszunk, úgy lesz az igazi. Szerbusz, Subi! Na, egész szépen összegyűltetek itt, srácok, örülök neki. Na szép, fél dárkána így kezdünk.
open this case. Free us. Please. Ugyan Blanka, mi köszönjük a javaslatot. Megnéztem a trailerét, de valahogy ugye annyira nem, kicsit elvontnak tűnik, ahogy írtam is, de majd ránézünk, amikor olyan van. Hát meg kéne nézni, hogy mi van vele. Ha már kék, akkor nyomjuk kék kockával, vagy van ilyen. Jó lesz ez. Na, az első csekk sikeres. Megnézem majd őket, Subi. Lehet, hogy most már nem lesz Marvel Snap stream, csak paklikat fogok felvenni, de meglátjuk. Attól függ, hogy a hercegnő mikor érkezik. Na. Jó, hát szerintem medicínben amúgy is jók vagyunk, úgyhogy megpróbáljuk akkor kiműteni azt az agyat onnan. Igen, igen, egy puzzle játék, csak valahogy elvontabbnak tűnik, de mondom, ránézünk majd. Kerítünk rá időt, abba biztos vagyok. Strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Nem, mi ilyeneket nem csinálunk. Nem. Ezt is valamilyen élőlénynek tartjuk. Igen, nem sokára megszületik a kislányom. A második gyermek a családban, úgyhogy ezek szerint nem nagyon nézed a vodokat vissza, meg ritkán vagy valóban, ritkán tudsz jönni sajnos streamre. Már egy ideje beszélünk róla, hogy én most el fogok majd tűnni, most már napok, max. 1-2 hét kérdése, mire megszületik. Úgyhogy azért is van most kicsit kaotikusan a menetrend, meg azért nem is volt ma se kírva semmi, mert még napközben még nem volt biztos, hogy ma streamelek. Semmiképpen sem Attack the Brain, el kell mennünk a Helmhez, hogy túléljük. Hogy hívhatlak? Meglepette a sikere a játéknak? Őszinte leszek, nem, mert a Divinity Original Sin meg az előző Divinity is nagyon-nagyon királyos sikerült és jó volt, és főleg az ilyen D&D-s, tabletop, RPG-s arcoknak nagyon-nagyon bejöttek ezek a játékok. Az meg ma, és ugye az, bocsánat, azokban sem volt mikrotranszakció, az meg ma már, hogy egy ilyet kiadtak, az önmagában elég hype volt. Hogy így megvetted a játékot, és így puff, kész, megvan minden hozzá. És azóta is látom, hogy folyamatosan javítanak, meg buffolgatnak, meg változtatnak benne mindent. És olyan mennyiségű game time van benne, mondom, én egész hétvégén péntek óta ezzel játszottam, 20 vagy 25 órát tudtam már lenyomni benne, és még sehol nem tartok a sztoriban. Alright, let's go. Kicsit ilyen naívak leszünk, úgy döntöttem. Csodálat, hogy ez nem támad meg engem? Hát igen, az Intellect Devourer az alapvetően szeretné megzabálni az agyamon, de hát... De hát semmi gond. Level 1 Transmutation Spell, jó, akkor nem használjuk el a spell slotjainkat. Aztán level 3-tól lesz shapeshiftünk, az majd kelleni fog. Ahogy Martin írja, így van. Egy király a játék, és nem követi a normákat. Fogták, megcsinálták, és jó napot. Meg hát, mondanom sem kell, hogy geci jó a sztori. Tehát, hogy bármit csinálsz, bármerre mész, egyszerűen hibátlan minden egyes kis apró side szál, meg meglepetés, ami vár rád benne. Chance of survival.
Nem. A Divinity Original Sin 2-vel játszottam egy pár órát, de amúgy amennyire király lett, lehet, hogy ki fogom őket játszani. Bár abban sem vagyok biztos, hogy ezt valaha befejezem. Mindenképpen valamit csinálnunk kell, hát én nem akarok átalakulni. Ha minden játék ilyen lenne, akkor nem lenne értelme a játékkritikáknak, meg a kritikusoknak? Hát azért ebbe is van egy-két dolog, amiben bele lehet kötni. Azért azt ki szeretném emelni, hogy akarok róla majd csinálni egy megéri részt, és ott azért van pár dolog, amiről szeretnénk majd beszélni, hogy mit lehetett volna jobban csinálni benne. Meg szeretném vizsgálni egy olyan szemszögből is, mint a... mint D&D játékos, hogy egyébként ahhoz mértem milyen. Oké. Okay. Mr. Agy egész hasznosnak bizonyul. Jaj, hú, itt még át kell alakítani ezt a szart. Nem az sok. Bocsánat, ezt muszáj gyorsan megcsinálnom, mert ez szörnyű volt eredetileg is. Pummel Strike, így. Psionic Mage Hand. Second Wind, így. És a Throw, szuper. Na csapassad. Üres. Parabellum. Ne, bonus action az ugrás, fuck, így kár volt elhasználni a spellt. Na mindegy most már. Most már akkor csak oda megyünk. Stranger Things, nem néztem a Stranger Things-et, az a baj, hogy nekem az ilyen 70-es, 80-as évekbeli kosztümök meg feeling az annyira nem jön be, hogy én nem bírtam megnézni. De mindenki mondta, hogy nézzem meg, mert kurva jó, de hát, na, én ilyen speciális hópihe vagyok. Na, jump! Kurva nagyot tudunk ugrani. Addig mekkorát csapott oda? Nem baszakodunk a természettel. Jó, jegyezzétek meg, srácok, a természettel nem baszakodunk. Jó, oké. Level 1-es evocation spell, Thornwhip, az cantrip, ha jól gondolom. Ez ritual. Jump is az. Jó. Már úgy fogjuk csinálni, hogy offenzív, heal és utility. Így leszünk elrakva. Nagyszerű. Majd a restoration az visszatölti a spell slotokat is? Aha, király. A micsoda nem D&D lény? Ja, hogy a Stranger Things-es Mind Flayer az nem D&D lény? Hát nem, de... De igazából D&D lény bármi lehet. Nekem pont, én pont ezt imádom az egész Dungeons and Dragons világában, hogy bármit csinálhatsz. Akármit kitalálsz, ha akarod, megcsinálhatod Darth Vader-t benne egy karakternek. Semmi nem tart ettől vissza. És teljesen játszhatóvá, teljesen balanszoltá lehet tenni. Na, de tessék, például emlékeztetnélek titeket, hogy mondtam, hogy vannak hibák. Ez a mozgás, az irányítása borzasztó.
Oké. Gyerünk! Nem jó, mert ez megüti őket is. Na most egy jó nagy jumpot oda mögé. Whee! És így actionnek vette a fasza. Acid Splash, szuper! Martin simán lehet. Ha ezt szeretnéd csinálni, ez simán meg lehet. Ezt kényelmesen megteheted. Dehogy nem, mindenképpen meg kell mentsük. Ki gondolta volna? Kussoljál már el, akkor menjél! Nem kell lesz. Jó van már. The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty. Hoppa, hoppa. Egy üres hely, ahol valamit be lehet helyezni, na. Dark Mind. Konzolon lehet, hogy jó az irányítás, de egérrel ez, hogy így ugrál össze-vissza alkalmanként, ez borzasztó. Jó, ott nem erre kell jönnünk. A problémám az, hogy nem lehet teljesen free-be mozgatni a kamerát. Nem lenne vele alapvetően probléma. De az, hogy nem mozgathatom teljesen free-be, és így sokszor bele tudok sétálni nem kellemes helyzetekbe. Meg így random rákattint a... Kusolj már el. Szóval random rákattint cuccokra, amiket felvesz, és akkor ilyenkor így technikailag lop. Nem nyomkodjuk most meg. Így nem is alakul át? Ó, királyság. Hol van? Ott abba vagy. Gyere. Kiszabadítalak. Dani Blanka szerintem Kratos már megcsinálták D&D-be. Googlizzatok rá, biztos vagyok benne, hogy találtok hozzá karakter sheetet. Szinte 100%-ig biztos vagyok benne. Igyekszem most nem otthagyni Martin. Na csekkoljunk rá a konzolra, mit kell róla tudni. Oké, eddig nem féleltünk róla, az már valami. Tartsuk meg ezt a jó szokásunkat. Na nyissuk! Will the pot to open. Difficulty 2. Jó, hát plusz 3 wisdommal ez, ha fail is kinyílik.
Na és például ezek is olyan dolgok, ami D&D-be ilyenkor a mesélő automatikusan success-t ad. Tehát ha nem tudod, nem tudsz nem sikerre járni, akkor nem kell dobni. És itt is fura, mert egy csomószor van, hogy nem kell dobnod, pedig jó lenne, ha dobhatnál, és van egy csomó olyan alkalom, amikor megjön ilyen, hogy ilyen kettes pont van benne, de mindegy. Hát igen, legutóbb ő az acidba elporlatt. Milyen izé csajos buli van itt. Na, micsoda izé, feminim buli lesz itt a végére. Amúgy nagyon durva, és szerintem ezért kibaszott jó játék, hogy csak nézzétek meg, hogy már most mennyivel másképpen alakul a történet, ahhoz képest, ahogy én játszottam meg Viktor. Druida, igen, egy tiefling druida, aki, hát nem mondom, hogy pacifista, de nem jó fele jön. Ha, érdekes. Többiek nem fognak tudni itt leugrani velem, hogyha ide beugrok, az a helyzet. Pedig nekem tetszik itt a koncepció. Á, le lehet mászni. Ja, de innen jöttem föl, miért akarnék lemászni? Ó, bazd meg. Amidén most már itt a pod van a kapuba is. Teljesen összezavart itt ez a... Ez a nagyon sok... Hölgy. Túl szexi itt ez a bugi. Nem? Meg még mindig a másik irányba megyünk. Ide. Ez az. Ide kell jönni. Nathan Drake milyen D&D kasz lenne? Szerintem egyébként se Artificer, se Paladin nem lenne. Én őt inkább rugónak tudnám elképzelni, ha már Thief amúgy. De nagy jampik vagytok mind a ketten, kussoljatok el, majd én intézem. Autosave successful. Hoppá, azok ott az őseid amúgy, csak mondom. Hűgy, de meg vagy csipkedve. Milyen kibaszott aranyos amúgy ez az agy. Na! Ó, Jézusom, ez milyen kaszt? Ez egy klerik? Trickery Domain klerik, wow! Úristen, és ezt mi kihagytuk a partingból legutóbb? Hát ez kurva szomorú. Na, itt is csinálunk egy kis rendet, egy pillanat, srácok.
Okay. Hűha. Shield of Fate. 3d10 necrotic damage, inflict wounds, mi van veled? Disguise self, jó, hát ez nem érdekes. Charm person megint csak nem érdekes. Guidance. Ilyen nektetek a nézze target has advantage. Hát ezzel hogy meg fogjuk azt baszni? Oké. Okay. Hát akkor induljunk meg, Miss Cleric. Hát ez teljesen broken. Jó, nyírt ki ezt az impet. Azaz. Mehetünk tovább, Fulhambe fogjuk nyomni. De úgy fogjuk játszani, hogy nincsen visszaút. Tehát ha meghalunk, akkor meghalunk. Úgyhogy ez lesz az első szempontunk, hogy túléljük. Igazából kurvára nem zavar, hogyha a... az critical hit, nice. Pattintsuk fel a Shelaylit. 10 körig aktív, úgyhogy nem kell miatt aggódni. Üha! Az lehet nem jó, hogyha jó fekszik a földön. De hát mindegy. Oda kell még érni hozzá. Most stealth check, hát az nem igazán. Az egész fincsi. Gyerünk. Jó. Ó, és oda tudunk. Sima. Piff! Pummel strike save. Jó van már. Kapni fogja az áldást tőlünk, ne aggódjál. Az agy majd elbánik a kis impel. Ha azt mondom valamire, hogy broken, akkor 5 perc múlva nem lesz az? Hát igen, van, ez így előfordul. Nem tagadom. Nem tagadom, hogy ebben van némi ráció. Ezt úgy kéne, hogy... gegenyút ne találja el, de elfogja mindenképp. Úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Hát tornvippelhetünk végül is. Nincs valami... mi raktuk össze a karaktert, bázd meg. Hogy honnan lenne. Pontosan tudom, hogy mi van benne. Jó, hát heal még nem kell. Level 1-es evocation. Ez is level 1-es. Miss. Mi meglepő, hogy misszeltél. Detect out. Hát ezzel nem vagyok előrébb. Persze. Hogy nem misszelnél? Meg jó nagy defense van amúgy ennek a szarnak. Föl kéne lökjed, nem tudsz olyat amúgy. Az imp ez direkt afkor, hát akkor a fasz se érdekli. Szerbisz csoki van, Anna! Tervezem-e végigvinni a játék a streamen kívül egy Origin karakterrel? Hát a játékot tervezem végigvinni, viszont szerintem azzal, amit elkezdtünk Viktorral. Robin Düszakállal. Azzal szerintem végig fogom játszani. Most, hogy... Parabellum. Most, hogy azon kívül még Origin karakterrel meg fogom-e csinálni, lehet. Mondom, pont ezt tetszik nekem, mert hogy annyi féleképpen történhet a játék,
Tegnap este játszottam, és nem mentettem 2,5 órán át, és nem volt autószév, és meghaltam minden karakteremmel. Ami ugye azt eredményezi, hogy vissza a legutóbbi szévre. Hűha, nem sok időnk van, bármilyen már fél HP-n van ez a szar. És hát igen, ott úgy azért történtek dolgok, ahogy nem úgy terveztem, hogy történjenek, vagy nem úgy történtek eredetileg. Na, hát ezt... Azt hittem fel fog borulni. Missz. És kajak mindenki rámisszelt. Ez elég szomorú. Ha mindegy. Elcsúszott a jégen, érted? Guidance amúgy egy jó cucc. Csak nem ide kell most nekünk. Ja, nem tudok neki segíteni, mert már használtam az action-ömet. Na majd most te. Ez egy kör pocsékba ment amúgy, ez nem jó. Bár közeledünk hozzájuk, úgyhogy végül is nincsen gond. Tudom mit? Mi? Ja, őt is el tudom lökni. Adjál neki Mindflayer, mert nem kell neki sok. Mindjárt meghal. Elveszük a kardját. Találd már el! Fú, bazd meg, amúgy durva, hogy mindent kivéd. Még ezt is. Jó, még mindig van 10 körünk hátra, úgyhogy... Nincs messze amúgy. Mindjárt belehal Commander Zolk. Mi a? Zolk a neve? Aha, Zolk, király. Thornwhip. Az lehet, hogy ez fix találat? Én nem, 40% chance van rá, ugyanúgy head cantrip. Na, megjöttek a démonok. Akkor most kéne lelőni ott azt a cuccost, hogy lassabban tudjanak jönni. Bár úgyis repülni fognak, úgyhogy whatever. És kajak belehalt a Mindflayer, pedig még egy kör kellett volna. Iha. Ez így nem lesz jó. Nem lesz rá elég damage-en, bazd meg, hogy megöljem. Az lesz itt a legfőbb probléma. Oh shit. Ez így gond lesz. Pedig nem kell neki sok. Seléri rajtunk van? Nincs. Gyerünk! Találd már el! Komolyan mondom. Jó van, igyekszem. Az vagy muszáj megindulni, mert... Kutyus.
fog járni az időnk sajnos. Meg azok be fognak jönni, ezt megölik a többit. Ott a miért rábaszott? Na jó. Hát most sem szedjük össze a... Nem ezt akartam. Helpelni szerettem volna neki, hogy ne pusztuljon meg. Athletic failed. Mi meglepő. Pedig nagyon kapja a 3 damage-eket. Hát lehet, hogy Blankánknak az élete nem lesz túl hosszú. Megpróbálunk odarásolni. Hát... Ja igen, mondjuk így nem tudok dash-elni. Ez némileg probléma. Viszont így legalább nem ütnek meg. Jó, amíg dash eddig nem tud ütni, it's something. Jó, majd ti segítetek egymásnak. Ti itt életben tartjátok egymást, semmi pánik. Na, csak sikerült ellökni. Akkor most már rohanhatsz te is. Ó, és ennek van egy izéje nagyszerű. Te is takarod, jön, ellökdösünk mindenkit az útból. Nem baszakodunk. Az Intellect Devourer az meg itt elfoglalja majd őket. Ne-ne! Hála az égnek. Jó, az... Jó helyre megy. Amúgy ennek 21 élet van ennek a szarnak. Jó van. Az is oda. Oké. Okay. Nem mondom, hogy... Könnyedén fogunk túlélni. Pont nem érünk el oda a transzpodig. Némileg problémás. De oké. Azok most nyilván meghalnak. Critical miss, az igen. Oké, ez ma várható volt. Hát figyelj, még mind a kettő életben van. Nem mondom, hogy jól állunk. De élünk. Na, most már itt vagyok. Úgyhogy egészen a utolsó pillanatig tartjuk a frontot. Ami mindjárt eljön. Imádom, hogy el tudja lökni a démonokat. Ja, így nincsen izén bónusz actionom. Az, hogy nem tudok rá elég nagyot ütni. Ez itt az elég nagy probléma amúgy. Még csak nem is az lenne, hogy ő milyen nagyot üt. De egyelőre még él mindegyik. Jó van.
akkor a misszeket nyomnak. Jó lenne, nem Blanka kezdene. Ezt tudnám díjazni. Nem mindegy, ezt most megöljük. Nincs nála semmi. Mindig igazából Blanka a fontos, hogy túlélje. Mindenki le kritika a misszeli. Na jó van, most fogjuk elhagyni a fedélzetet. Kurva anyád. Hagyd már békén a földön fekvőt. Áú! Elmenekülünk. Nem sikerült összeszednünk a kardot. Hát jó, hát de most ha barbár lennék, akkor nem lenne benne semmi érdekes roleplay, akkor csak mész és rage. És mindenre megoldás az erőszak. Ha nem, akkor nem használsz belőle eleget. Egy pillanat, srácok, be kell, hogy kapcsoljam a légkondicionálót. Visszatértem, elnézést, de itt a reflektorfényben kurva meleg van. Addig nézzétek a menekülést. Megoldottuk a problémát. Ez így van, ez pontosan így van, ahogy Blanka mondja, bármilyen videójátékot, de igazából bármilyen történetet el lehet mesélni D&D formába. Az összes RPG játéknak az alapja a D&D mechanikája. És a turn-based játékoknál jön ki a leginkább. Gangsta Zoli idézet volt-e a... Ha nem használsz... Ha van az erőszak, nem oldja meg a gondjait, akkor nem használsz belőle eleget? Nem, ez original Let's Level Up. Jó Devil May Cry. Hopp, hát ez fejbe baszott. Para, puff. Oké, megmenekültünk. Ez így van, ha D&D-t játszol, akkor egyáltalán nem muszáj. Mondom, a D&D-ben tényleg az a szép, hogy ad neked egy keretet, meg egy szabályrendszert, amivel el tudsz kezdeni játszani, de egyébként saját szabályokkal, saját világot, saját karakterekkel, saját klasszokkal egy saját játékot tudsz teremteni. És ez a legszebb benne. Van egy csomó olyan homebrew szabály, ugye ilyen házilag készített, amit én is alkalmazok, és egy csomó olyan használják, mert sokkal jobban illik a játék környezetébe. Chaos of the crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Hát mondtátok, hogy szexinek kell lennie, úgyhogy nyilván akkor csábos lesz. Bár egy a karaktere személyiségileg egy picit naívnak van tervezve, de ennyi baj legyen. Jó a megfigyelő képességünk.
mint mondtam, jó a megfigyelő képességünk. Egyből levágta, hogy a tiszta víznél. Tiszta víz azt jelenti, hogy valahol a közelbe kell legyen valaki. Shadowheart itt van. Úgy látom még egyben. Az akcentus. You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. Jó van, kusolja, hát minden élőlényt meg kell menteni, bármekkora féreg is. Ez a druidák útja. Minden élet szent. Azért nem azzal vagyok csoki, Vanana, mert egész hétvégén azzal játszottam, és rengeteg, hát a játék méretéhez képest nem sokat, de amúgy rengeteg minden történt benne, amit nehéz lenne így leülni és elmagyarázni, arra rámenne egy egész stream amúgy, hogy ki kicsoda, mi miért, mi így van, mi úgy van, mi amúgy van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálunk egy karaktert, amit ti mondtok, hogy milyen legyen, és ilyen roleplaybe fogjuk játszani. Ha meghalunk, vége van, akkor regd, akkor nincsen save-re visszatöltés, nincsen semmi ilyesmi. Ilyen Iron Man módba nyomjuk. Let's get moving. Partways, nem partways-elünk. Együtt maradunk. Szóval úgy gondoltam, azt a karaktert majd elővesszük újra, ha valami történik, vagy esetleg Viktorral nekiállunk közösen játszani vele, akkor... Meg így most tökre kíváncsi vagyok, hogy mennyivel másképp fog alakulni a sztori akkor, hogyha ugye más, nem azt mondom, hogy máshogyan játszom, de hogy egy más irányvonalat veszek alapul. És ugye például Shadowheartot a pénteki streamen egyből kinyírtuk, mert a tedpod alól, amiből kijött, az alá volt rakva egy kis acid, amiből beleesett és meghalt. Szóval, hogy így vele nem is találkoztam egyáltalán, úgyhogy már most full más a történet, mint ami eddig volt. Mármint miben maradnak alul a rugók? Vagy a rózsok? Ódik mennyi gó... Mi? Na jó, amire mindenképpen szükségünk lenne, az egy... Speak to the dead. És az Intellect Devourer engem miért támad meg? Hát eddig jóba voltunk, nem? Hogy rohadjál meg. Igni! Ez a klerik amúgy ez parának tűnik. Na takarodj. Egy jó Resident Evil D&D világban. A Critical Role-t érdemes megnézni, ők csináltak már Diablo-t, csináltak már Skiffy-t, csináltak egy csomó mindent. Nincs valami AOE ability-m? Az elég jó lenne. Úgy néz ki, sajnos nincs. Hát jó.
Amíg ki lehettem volna, de most van mindegy. Parabellum. Piff. Hoppá, a level up. Majd leülünk inni. Amúgy az Intellect Devourer para, hogy mekkorákat üt. Short restenként egyszer lehet használni, hát. Oké, és level up-olunk. Level up druid 2. Choose and supplex circle of the land. Ó, már level 2-n tudunk, hogy hívják olni? Formát váltani? Az elég király amúgy. Cantrip. Hát az, hogy produce flame az elég hatékony. Ó, bazd meg! A többit nem néztem meg. Na mindegy. Prepared spells. Ezt lehet változtatni. Na mink van még? Bane. Protection from evil and god. Sanctuary. You are not cannot be targeted until you attack or harm a creature. You can still take damage from area spells. Oh, amúgy ez nem rossz. Cure wounds. Healing word. Bonus to the attack rolls, bless. Jó, ez jó lesz így. Hát a clericnek nem sok minden változott level 2-n. Oké, nincs náluk semmi. Na Blanka, nem veszel észre itt semmit? Fullos percepciód nem segít felfedezni a dolgokat? Tett mód. Ashes of Balsam. How to view. Aha, hogy ez csak ide dobja. Potion of Great Healing. Jó, és ezt vajon hogy lehet lealkemizni? Combine three of these to create... Calcane them into ashes. Jó. Van, szóljátok, ha láttok valami érdekfeszítőt a képernyőn. Hopp. Hát, veled mi van? I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Hoppa hoppa! Na nézzük, hogy továbbra is sikerrel járunk-e. 19, mi van? I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pot. What did you and those tentacled freaks do to me?
I'm not an idiot. I saw... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. What was that? What's going on? Na, minek tűnik? I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. Hopp, fogak. Fogak. Piros szem. Hófehér bőr. Na, vajon mi is oda ez itt? Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. My, my, you've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Turn us into. Ezt honnan tudjuk amúgy? Ja, megmondta izé, a Chaisi. A Gisenki vagy mi a franc. Lizeal, valami ilyesmi a neve. It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And anyone that can crash a mind flare ship and walk away seems like... Látom, közben itt elemezitek, hogy milyen játékban milyen karakter, milyen D&D klassz lenne. Lead on. Na, szuper, te is itt vagy, level up-olhatsz, te is. Rugó mindig kell a csapatba. Ennyi? Semmi extra? Jó. Oké. Csapassunk egy short restet, töltödjön vissza mindenkinek mindene, és haladjunk. Oh, való igaz, itt egy Mind Flayer. The dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now. If only you didn't feel compassion. Compassion. Hát az a helyzet, hogy amúgy is minden élő lényre rá vagyunk gerjedve, úgyhogy... Na hát, próbáljuk meg. Ó, és lehet így adni hozzá guidance-t? Hát persze. Hát ez így milyen király? És net 20? Hát mi van? Nem hangzik jól. What in the hell? Get away from that thing. Hűha. Hát van egy olyan érzésem, hogyha itt most erre rámegyünk, már pedig erre mennék rá amúgy karakter szempontjából, akkor át fogunk alakulni.
Change your mind, resist if you still can. Nem, most már csak azért sem. Kész? Ennyi? Game over! Kész, ki is nyírt a picsába! Na hát, Blanka! Nem ért sokáig ez a karakter! Para! Amúgy ez így ilyen formában para, hogy ilyen, exakt ilyen gyorsan vége lehet a játéknak.